Teltházas rendezvényekben bővelkedett a Fonyódi nyár. Új eszközökkel bővült a Fonyód Média Kft. Megnyílt Pap Sándor Gábor kiállítása a Fonyódi Múzeumban. A 2019-es évben is rengeteg programmal készült a Fonyódi Turisztikai Egyesület. Egy nagyon hosszú nyár után vagyunk. Azt mondom, hogy szinte minden program teltházzal ment. Voltak olyan programok, amik táblás teltházzal mentek. Úgy érzem, hogy eléggé változatosra sikerült a nyár, tehát a komoly zenei koncerttől kezdve a könnyű zenei át a rock koncertig, színházi előadás, nagyon sok minden volt. Az önkormányzat rengeteget segített, ugye főleg anyagilag, de nagyon jól együtt tudtunk működni a Fonyód Médiával, illetve Fonyódi kulturális intézményekkel is, és így egy ilyen csapatmunkában gyúrtuk össze végül is ezt az egész nyarat, egész évet. Milyen helyszíneket használtatok fel? Hát a legextrémebb helyszín az talán a hajó volt, ugye idén is megtartottuk Veres Ábelnek a nagy sikerű zongora estjét, de volt program itt a dísztéren, volt program a piacon, volt program a kikötőben, úgyhogy, illetve hát magárendezvényként volt az általános iskola melletti szabadtéri színpadon is rengeteg színházi előadás, volt Fonyódligeten, tehát Fonyód teljes területét bevontuk a programokba, programhelyszínekként. Munkatársak tekintetével hány fővel kellett kiegészíteni a csapatot? Több mint 10 fiatallal dolgoztunk együtt idén. Ők pályázati keretek között dolgoztak a turisztikánál, és aminek nagyon örülök, hogy a 12 fiatalból 10 fonyódi volt, tehát helyi fiatalokkal tudtunk együtt dolgozni. Nagyon jó volt velük, hisz lendületesek, nyelveket beszélnek, és tetszett is nekik a munkahely. Világsztárok is részt vettek a rendezvényeiteken, róluk beszélnél egy kicsit? Hát idén Fonyódon az egész év alatt 4 világsztár lépett fel, ebből 3 ugye ingyenes koncerten, Mr. President volt, aki a Retro Balatonon volt, az egy fizetős magárendezvény volt, de ugye Kolbász Fesztiválon már februárban Master Blaster volt, akkor a Hafananáról ismert Afrik Simon, a Day by Day Regina, de hatalmas siker volt még ugye Szlovákiából az Abba Szlovákia, egy Abba Tribute Band, akik egy nagyon-nagyon-nagyon táblás teltházas koncertet adtak a kikötőben a Hal és Petyek napokon. Az volt az egyik olyan rendezvény, ahol nagyon sokan voltak, illetve hát még a Charlie-t is világsztárnak lehet mondani, mert ugye ő nem csak Magyarországon ismert, hanem máshol is. Az idei év egyik nagy meglepetése a helyieknek és a Fonyódra érkezőknek a Vigadó téren felállított óriáskerék volt. Fonyódon nem is tudom, mikor volt utoljára olyan látványosság, talán még az új kilátó megépítésekor, hogy tódultak a turisták, és rengeteg közösségi médiában, illetve egyéb sajtótermékben megjelent fényképek voltak róla, és már Fonyód személynek nevezték,
az óriás kereket, nagyon látványos volt, főleg az esti órákban ugye kivilágítva, nagyon szép színekben pompázott. Hamarosan közeleg az adventi időszak, illetve utána nem sokkal már a Fonyódi Kolbász Fesztivál 11-szerre lesz megrendezve. Ugye ott is rengeteg olyan újítási ötlet van, amivel egy kicsit frissíteni tudjuk a rendezvényt. Minek köszönhetőek a fejlesztések a Fonyód Média Kft. Életében? Egy pályázati bevételnek köszönhetően már az előző év végén sikerült fejlesztenünk a Média Kft.-t, mégpedig úgy, hogy létrehoztunk egy stúdiót, amiben ezeket a heti beszélgetéseket bonyolítjuk le, ezt bebutoroztuk és építettünk neki hátfalat. Idén tavasszal pedig két pályázati forrásból támogatott munkavállalót sikerült fölvennünk a Média Kft.-hez, ami lehetőséget biztosított számunkra arra, hogy további fejlesztéseket vigyünk véghez. Ennek okán vettünk egy kameratáskát, egy állványt, egy vezeték nélküli mikrofont és egy kamerát. Mindezekre komoly szüksége volt a munkatársainknak, hiszen a kameratáska segítségével tartalékobjektívet és akár akkumulátort is tudnak magukkal vinni, így hogyha egy eseményen belül távoli vagy közeli képet kell fotózni, akkor azt könnyedén pár másodperces lencsecsere után véghez tudják vinni. A kamera abban segít, hogy szebb felvételeket tudunk készíteni, illetve kettő vagy három kamerás felvételeket is meg tudunk oldani a jövőben. Ennek a kamerának a működtetéséhez szükség van állványra is, ezért vettünk hozzá egy statívot, illetve még a vezeték nélküli mikrofon például a fesztiválokon segíti nagyban a munkát, hiszen ilyenkor nem lesz összekötve az operatőr és a szerkesztő riporterünk, hanem egymástól távolabb is tudnak mozogni, és mégis tudja venni azt a hangot, akivel éppen interjút készít. Hány munkatársa van most éppen a Fonyód Médiának? Ahogy az előbb említettem, tavasszal két pályázati támogatott munkavállalót sikerült felvennünk, azonban az egyik szemünk sír a másik nevet. Sír azért, mert éppen a hetekben köszönt el tőlünk az egyik pályázati munkatársunk, nevet pedig azért, mert felvételt nyert az egyetemre, tehát tanulmányait folytatva még jobb szakember fog belőle válni a jövőben. Milyen munkákat végeznek a Fonyód Média munkatársai a városban? A Fonyód Média munkatársai üzemeltetik a Fonyód TV-t, frissítik a honlapot és kezelik a Facebook oldalt. Ezen felül mi gyártjuk le a havi újságot, a Fonyódi Hírmondot, és mindezek mellett a pályázati kötelező nyilvánossági feladatokat is ellátjuk a városban. Fonyódi Múzeum szeptember 14-től ad otthont Pap Sándor Gábor kiállításának. A híres festőművész alkotásait október elejéig csodálhatják meg az érdeklődők. A Sirályár baráti kör alapító tagjának és alelnökének festményei a világ több országában is kiállításra kerültek. Kedves vendégeink, Pap S. Gábor emlékkiállításának megnyitóján, amely a kulturális örökség védelmi napok alkalmából került megrendezésre. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Kovács Éva doktornőt és gyermekeit, a művész úr Pap S. Gábor családját, aki sajnos nem lehet már itt velünk, azonban hiszem, hogy nem csak fényképével, hanem lélekben is jelen van köztünk. Külön köszöntöm meghívunk közreműködőit,
Bántó Zsuzsanna, a gimnázium nyugalmazott igazgatónőjét, és zenei közreműködőinket, Péter Di Gabriella és Takásné Baja Erika zenepedagógusokat. Először Kolozsváron végezte a rajztanári és a művésztanári képzést, és utána 5 évig volt Bukarestben. Alapvetően ő nem képeket festett, hanem murális festő, tehát freskót, szekkót, ez volt az eredeti foglalkozása, csak erre nem tartott olyan, vagy nem talált olyan nagy igényt, és így maradt a képfestés, a grafika, a karikatúra festés, a tulajdonképpen a linoleum metszetek, amiről Fonyódon is sokan ismerik, mert sok ember kapott tőle a linoleum metszetet. Van esetleg arról tudomása, hogy hány festményt, művet készített a férje? Hát azt nem tudom megmondani, de hát gondolom több százat. Mert ugye, ami nekünk maradt a családnak, az körülbelül 50-70 darab kép, és nagyon sok grafika, amelyeket el kellene vinni, bekereteztetni. Tehát lehet, hogy arra már nem lesz időm. Magyarországon miután áttelepedett 1971-ben, utána nagyon nehéz volt állásba kerülnie, és mondjuk 1-2 évig nem a festészettel foglalkozott, hanem szervezett színházi előadásokat. Fonyódon még sokan ismerik a Kovács Gyula bácsit. Ő vele együtt az iskola mellett a szabadtéri színpadon régi Ori művészeknek az előadásait szervezte, és utána került a gimnáziumba, művészettörténetet tanított, majd Balaton-Lellin és Bogláron tanított rajzot és művészettörténetet. Egy Sirály ünnepségen ismerkedtünk meg, és miután összeházasodtunk, így került Fonyód életébe, vagy Gábor életébe Fonyód. Régi adósságunk ez a kiállítás Pap Sándor Gábor felé, nekünk fonyódiaknak tartozunk ezzel. Különös apropója van, hiszen a jövő hónapban lenne 80 éves. Kolozsvártól Fonyódig évelő pályaképe, akárcsak önmaga, rendkívül különleges. Kiemelkedő jelentőségű állomások életében Kolozsvár, Szatmárnémeti, Bukarest, Székelyhíd, Fonyód. A Fonyódi Napló 1993. novemberi számában jelent meg egy portré, amiben a következőket mondja. Őszintén, mélységesen kell tisztelni a szülőföldet, szeretni a hazát. Az aggodalom és a tett érte legyen. Akkor nem fárad el a kedv. Egészséges emberi légkör kell, megértő barátokkal, együtt akarással, egyenrangú lelki szabadsággal. Akkor nem fárad el a lélek. Fontos a táj, amelyben élünk. Inspiráló legyen az alkotáshoz, az élet akarásához. Serkentően hasson minden emberi alkotás létrejöttéhez. Minden emberi alkotás, ez a munka is, nem csak a művészet. És nagyon kell a család, hogy ne fáradjon elő az erő, a kedv és a lélek energiája. A családomra nagyon büszke vagyok. Jól esik, hogy szeretett, elismert orvosnő a felesége. Boldoggá tesz a tudat, hogy lányunk végzős orvosnövendék, és fiunk is az érettségi évében van. Szívből szorítok neki, mint ahogy ők is nekem, hogy művészi voltom méltó helyre kerüljön. Ha a művészet értékrendje a helyére kerül, az én helyi értékem is más lesz.